beszélhetünk, vagy a francia királyok koronájának. A francia nemzethez, ha ilyenről egyáltalán beszélhetünk, mert ne felejtsük, ezek összepofozott állományok, ezek falkák. Ők magukat annak is nevezik, tehát ezek folkok. Nem tudom, érthető-e. Tehát ez egész már ilyen, hogy francia, a francia forradalom még egyáltalán nem volt. Neveztek bizonyos embercsoportokat így, de az, hogy francia, mint nemzet, hát tessék ma is megkérdezni egy normandot, mit szól ahhoz, hogy ő egy párizsival azonos, hát hogy mondjam, nemzeti kategória. Vagy megkérdezni egy gaszkonyit, hogy kikhez van több köze? A baszkokhoz, ugyanis a gaszkony az azt jelenti, hogy baszkföld magyarul. Vagy pedig mondjuk egy normandiaihoz. Tehát ezek mesterségesen összepofozott és prés alatt időlegesen összeálló képződmények. Hát tudjuk, hogy a németeket körülbelül háromszor pofozták így össze. Először egy nagy Ottónál, aztán Bismarcknál, és utána Hitlernél. És ma se állt össze. Tehát ne sértegessünk egy bajort azzal, hogy ő német. És különösen azzal, hogy sváb. Tehát, de ezt komolyan mondom, nagyon komolyan mondom. Ezek azért tudva, vagy fontos tudnivalók, mert viszont átutazó lovag írja le arról a Magyarországról, hát amelyik Árpádok alatt virágzott, hogy tudnélik a nyugati végektől a délkeleti végekig, amíg átutazik, ugyanazt a nyelvet beszélik, és egyszer ezt nem érti. Hogy lehet ez? És ugyanakkor ugyanazt a nyelvet beszéli a paraszt, mint amit az uralkodó. Hogy lehet ez? Tehát egész egyszer nem tud ezzel a jelenséggel mit kezdeni. Tehát itt az a fajta nemzeti egység, amiről ma nagyon nem kívánatos beszélni, az nem tegnapi vagy romantika által, hát hogy mondjam, megálmodott és aztán így úgy össze hát tákolt nemzeti egység, ez egy tényleges nemzeti egység. Na most, ha ezt a hármasságot ilyen módon hát meg tudjuk érteni, akkor az is érthetővé válik, hogy a továbbiakban ennek lesz majd szerepe abban, hogy ki hova kerülhet. Tehát a felső korona részen már innen láthatóan apostol alakok sorakoznak. Tehát egyetlen olyan apostol van, aki ha szembe kerülök a Szent Koronával, már pedig mögéje nem kerülhetek. Tehát beavató korona lévén, és ez most definíció, tehát a beavató koronát egyetlen alkalommal viselheti a király a beavatás alkalmával. Se előtte nem, se utána nem. Ez a sajátossága. Tehát amíg rendeltetés szerűen használják, addig ez szigorú előírás. Ez azt jelenti tehát, hogy ha én találkozni akarok a Szent Koronával, én csak koronázáskor találkozhatok, mint alattvaló. Koronázáskor alattvaló nem kerülhet a király mögé. Ez megint abszolút előírás. Oldalról is csak egy bizonyos sávban, tehát van egy ilyen egynegyed környi sáv körülbelül, amin belül elhelyezkedhet. Tehát azt jelenti, hogy van egy olyan esély, hogy mondjam, horizontunk, amiből egyáltalán láthatjuk a Magyar Szent Koronát. És ez azt jelenti, hogy őt mindenhonnan lehet látni. Tehát akárhonnan, ha innen nézem, akkor is látom. Ennél tovább meg nem jöhetek erre felé. És ha túloldalt ugyanide megyek, akkor is. Na jó, de már Gábrielből innen én nagyon keveset látok. Tehát azt jelenti, hogy innen nekem a domináns mondandó az Mihályon keresztül jön. És ha egyel tovább megyünk, akkor viszont itt az úgynevezett harcos szentek jönnek, és ez majd oldalnézetben úgy is látjuk őket, egyelőre csak elmondom, tehát itt Szent György van, túloldalon pedig Szent Demeter. Na most ez azt jelenti, hogy ha én mondjuk ide jutottam a koronázáson, az azt jelenti, hogy nekem ebből a koronázásból ennek az oldalnak az üzenete szól. Tehát ez azt jelenti, hogy itt harc, mind a kettő egy harcos vonalat fog, egy lebonyolító jellegű harcos vonalat fog képviselni. Szent Mihály az égi seregek vezére, tehát az igazán jelentős tette, aminek révén annyit emlegetik, annyit ábrázolják, az az Apokalipszis könyvében, tehát a Jelenések könyvében fogalmazódik meg, amikor a sátán sárkány formájában leveti az égből, sajnos ide a földre. Úgyhogy bármennyire is tiszteli az ember ezt a műveletet,
meg kell mondjam, hogy okosabbat is tehetett volna, ott van annyi bolygó, miért nem oda dobálta őket. Mert egyelőre most itt tombolnak ezek a Földön, pontosabban egy személyben a sárkány, aztán a szerepét azt eléggé szétosztja. Hát hiszen demokratikus a sárkány, tudjuk. Tehát lényeg az, hogy ez az üzenet polarizálódás, ahogy haladunk hátrébb és hátrébb a koronán, annál határozottabb. Tehát ha én itt állok, akkor már Demeterből semmit nem látok. Tehát azt jelenti, hogy ennyi szól egyáltalán a nézőnek, tehát az alattvalónak. A hátsó koronarészből én, mint alattvaló, megint csak definíciószerűen, ezt kell mondjam, semmit nem láthatok. Tehát ami a hátsó részén van a koronának, az kifejezetten a királynak szól, tehát a beavatandó személynek. Ezt azért jó tudni, mert innentől kezdve nagyon megnő annak a kérdésnek a jelentősége, hogy kik vannak itt hátul. Milyen üzenet szól a királynak? Mert ne felejtsük el, a Szent Koronában rejlő jogokat ketten gyakoroljuk. A nemzet, az mi vagyunk, mi ezt az üzenetet kapjuk. És a király, akinek viszont innen szól az üzenet. Azt is tudjuk, gondolom, mert erről is esett már szó, hogy ez két időnagyságrendet is jelent. Tehát a Magyar Szent Koronának a működésében, amiről majd azért részleteiben is lesz szó, abban éppen az az egyik sajátosság, hogy egyszerre kozmikus és egyszerre üttörténeti az a nagyságrend, amiben az üzenetét közli. Most mi ebben a kozmikus? Földobom, hold lesz, leesik, fiastjuk. Nem így van, hanem úgy van, hogy amikor a nemzet érvényesíti a Szent Koronában rejlő jogokat, a nemzet az nem egyetlen kicsi 365-66 napból álló évben él. A nemzet a precessziós nagy évben él. Tehát annak a működési közege az nem a kicsi, hanem a nagy vagy precessziós nap év. Ez kicsi években számolva, kerekítve, ez 26 ezer szeres. Tehát 26 ezer kicsi év. Na most ez egy nemzetnek a létkerete. És ennek szól az az üzenet, ami a korona elejéről sugárzik. Ami pedig hátrafelé szól, az pedig egy emberöltőre szól. Az kicsi évnek a nagyságrendjében élhető csak, mert mi egyénként nem tudunk élni a precessziós nagyságrendben. 72 év alatt ennyit mozdul, tehát egy foknyit mozdul csak el a precesszió folytán, napfelkelte hely, tavaszponton. Tehát azt jelenti, hogy ezt mi közvetlenül nem éljük meg, csak a nemzeti létünkön keresztül. És az, ami számunkra megismerhető, az hozzánk, mint nemzethez szól. Ha valaki nem vállalja a magyarságát, már most álljon föl és menjen ki. Az országból is lehetőleg, de hát ezt már meg sem merem fogalmazni. Tehát miért? Mert semmit nem fog neki mondani a Szent Korona. Mert amit előnézetből le tudunk olvasni, amit maga a fiú, tehát Jézus Krisztus mond, az a nemzethez szól. És ezen belül a királyhoz az az üzenet, amit hátul van. És ez nagyon, nagyon fontos, hogy mindjárt az elején tisztázunk. Most azt is lehet látni, hogy elől többlet mondani való van. Ezt mi hordozza? A pártázat. Nem a középső elemével, tehát nem képi úton jön ez az üzenet, hanem van egy olyan tagozat itt, amelyiknek egyrészt a formája olyan, ami hát feltűnést keltő, nem magától értetődő. Nincs is analógiája, rögtön hadd tegyem hozzá, majd fogjuk azokat, amiket analógiáknak szoktak nevezni, hogy mennyire nem analógiák, hát nevetni fognak rajta. Hogy miket be lehet adni egy úgynevezett művelt nagy közönségnek, mint analógiákat. Női koronákat Bizáncból. Aztán hun koronákat, amik hun rímelnek rá, hun nem, de inkább nem. Tehát, de ezek majdnem mindegy, hogy milyen irányban és milyen öltözekben hazudunk. Hát én hiába veszek föl egy bocskai ruhát, attól még a hazugság hazugság marad a számból. És ma már a veszélyesebbek a bocskai ruhásoknak a hazugságai. És minden esetre, amíg most meg nem ismerkedünk ezekkel a tényekkel, addig teljesen fölösleges általánosítani az eddig összeszedett, mint ugye a tyúk a szemétdombon, innen-onnan összeszedett tudástörmelékek alapján. No, minden esetre ezeknek külön jelentésük van, és miután ez a jelentés nem ábrában fejeződik ki, mert lényegében ugyanaz a mintázat jön elő bennük, tehát számosságban változnak, és a keretnek a formájában. Tehát szögletes keret,
íves keret, szögletes keret, íves lezárású keret. Ezek így váltakoznak. És ugyanakkor csökken a magasságuk. Bocsánat, azt még nem említettem, hogy az apostolok közül egyetlen olyan van, aki egyenesen szembenéz velünk. Egyetlen, és itt el lehet gondolkozni. Mert az ember mit várna? Most szépen elővesszük a közhelyeinket, amiből nyilvánvalóan van több marokra való, és azt mondjuk, hát ha ez egy keresztény korona, amit ráadásul pápa küldött nekünk, na most ezt a kérdést a következő alkalommal fogjuk részletesen tárgyalni. Tehát hát akkor ez csak Szent Péter lehet. Mit tehet róla Szent Péter? Nem ő került ide. Valószínűleg törekedett volna, nem sikerült. Tehát lényeg az, miért? Mert heves vérű ember volt, ahogy megismerjük a Bibliában. Tehát lényeg az, hogy nem ő. Azt jelenti, hogy ennek a nemzetnek nem Szent Péter mondja a legfontosabb dolgot. Tetszik ez esetleg? Hát olyanoknak, akik hát mást szeretnének, nem tetszik. Na most kell nekünk azzal törődni, hogy nekik mi tetszik, vagy mi nem tetszik. Na itt vannak a nagy bajok. Mi egyfolytában azzal foglalkozunk, hogy nekik mi tetszik, vagy mi nem tetszik. Ez az ő ügyük. Nekünk meg az az ügyünk, hogy szeretném, ha az lenne, hogy a tényekkel ismerkedjünk meg. Tehát hozzánk János, mint apostol, mint evangélista, és mint az apokalipszis szerzője, tehát hármas szerepkörben, ugyanis nincs részletezve, hogy a három közül melyik, aki itt megjelenik. Tehát hozzánk a jánosság szól. Mehetünk tovább, köszönöm szépen. És akkor most megnézzük, nyilván észrevettük, tehát ahol a magasabb, hát oromzati elem van, és főleg ahol maga a párta is ott van, hát az az első nézet. Tehát mi eddig innen láttuk a Szent Koronát. Ez azt jelenti, hogy a király szempontjában jobb oldalon vagyunk, és itt most közvetlenül tudunk gyönyörködni Szent Györgyben. Szent Györgynek mi az a tulajdonsága, ami miatt a legnagyobb fokú a tisztelete, vagy a legelterjedtebb a tisztelete? Sárkánnyal küzd. Tehát ugyanazt csinálja, mint Szent Mihály, csak egy emelettel lejjebb. Tehát itt nagyon pontosan lehet látni, hogy ha én ezen az oldalon álltam a koronázáskor, akkor nekem a legmagasabb szintű, tehát hogy honnan indulhat el az az indulat, ami aztán sárkánnyal való küzdelembe belevezet, az természetesen Szent Mihálytól. Tehát nem indíthat el ennél alantasabb indulat. Mert abban a pillanatban, ez csetepaté lesz, bementem az utcájába, elkáinosodtam, ott már biztosan ő fog győzni. Tehát ha én nem a legmagasabb szintről indítom el, ez a pusztítva újra teremtő erő. Tehát ha én nem ezt indítom el, akkor ez egy pusztítva pusztító erő lesz, és akkor hova jutunk? Irakba. Na, ennyit erről. Tehát ezt csak azért kell elmondanom, mert nekem viszont minél oldalabbra állok, tehát minél kevésbé jutok középvonalba, annál inkább a földrehozott tanúság szól már. Hogy attól, hogy én földrehozom a problémát, attól az még szent marad. Tehát a szentségi tartalmát nem szabad, hogy elveszítse, akkor se, ha valaki mondjuk egy interpellációt mond a parlamentben. Tehát végig kell tudnia, hogy ez ha egy nemzet érdekében cselekszik, bármennyire is tudja, hogy egy ocsmány, hát szóval egy nem tudom most hirtelen minek nevezett, sárkány áll a túloldalon, aki tényleg mindent elkövet annak érdekében, hogy elpusztítson bennünket, akkor is szentségi tartalmúnak kell lenni ennek a szembenállásnak. Tehát Szent György is bármennyire is földön küzdött meg, és föld alól és víz alól jött elő ez a sárkány, akkor is meg kell őrizni. Tehát nem lehet alább adni. Miért? Mert ez egy szakrális uralom. Tehát ennek rendkívül fontos tanúsága van, és eddig szól nekem. Tehát innen már eleve nem láthatom. Tehát ezt is, amit mi most így látunk, ezt is csak torzulásba tudtam, csak minél szélebbre sodortattam ebben a gyülekezetben, annál pontosabban szólt nekem a földi megjelenése ennek a küzdelemtípusnak. Na most, ha azt nézzük, hogy hogyan folytatódik innen, ez már a királynak szóló üzenet. És akkor ér az első döbbenet, ez szinte mindig, ha az ember úgy van bent a koronánál, hogy idegen csoport is van, és hát hallja, amit elmondanak neki. Amikor elérkeznek ide, akkor mindig egy ilyen döbbent csend van, vagy vissza is kérdeznek, hogy nem volt több harcos szentetek?
orvosokat tenni koronára? Tehát egyszerűen nem érti. Hát nektek volt egy hunyaditok. Hát Mátyás. Tehát miért nem azok vannak a koronán? És nem érti meg, hogy egy szakrális uralkodónak nem az a feladata, hogy hódítson, hanem az, hogy gyógyítson. Tehát a személynek szóló üzenet az a gyógyítás üzenete. Tehát az, hogy neked méghozzá ingyen kell gyógyítani. Miért? Mert a szakrális uralkodó az ingyen kegyelmet gyakorolja. Tehát ez emeli a világi uralkodó fölé. És ez alapvető kérdés. Tehát ha nem tudja megérteni, hogy neki nem hódítani, hanem gyógyítani kell, akkor ő nem magyar király. Akkor se, ha történetesen valamilyen kényszer hatására őt koronázták meg. Na most mi tudunk egy egész sorozatról, aki soha nem volt magyar király, pedig aránylag szabályosan koronázták meg. Ezt az üzenetet soha nem értette meg. Én most nem akarok neveket említeni, még dinasztia nevét sem. Úgy is gondolom, hogy kitalálják, hogy nem egy tigitagi nyamnyam dinasztiáról beszélek, és nem is a 18. dinasztiáról, mondjuk az óegyiptomi birodalomban, pedig ott is volt egy ilyen elég furcsa jelenség, de nem kell mindent nevén nevezni. Tehát minden esetre innentől kezdve a utolsó páros, az pedig, ami szintén neki szól, ezt majd látni fogjuk éppen még ma, ez egy cserélt képekből álló hármasság, de minden jel arra van, hogy eredetileg is uralkodó hármas volt. Ugyanis azért ne felejtsük el, a szakrális uralom is uralom. Na most a magyar királyság területén, amíg a Szent Korona országa, hát jogilag is, meg de facto is, tehát tényszerűen is működött, mert jogilag ma is működik. Tehát de facto is működött, addig ki volt a legfőbb uralkodója. Tehát az uralkodói szinten ki volt a legmagasabb, még ábrázolható személy? A szűzanya természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kerülhet más oda. Na most, ha ezt lecserélem egy világi uralkodóra, hát akkor annyi a szakralitásnak. Tehát minden esetre, ha nem tudnánk is, de ezt már is hadd mondjam el, de tudjuk pontosan. Tehát hiteles, eredeti beszámolóból pontosan tudjuk, írásban hagyta rá, jól olvasható latin nyelven, félre érthetetlenül, itt bizonyos szűzanya képmása volt. Tehát ez nem következtetés, ez a tényeknek a komolyan vétele. Tehát ez azt jelenti, hogy amúgy is kiszerkeszthető lett volna, mert egészen nyilvánvaló, hogy földi értelemben vett uralom, tehát akár bizánci császár, akár nyugat, tehát német-római császár, ebben a vonatkozásban nem állhat fölötte a lebonyolítást véghez vívő hát fejedelmi vagy király személyeknek, hanem itt csak egy mennyei királyság képviselője, földrehozója kerülhet ebbe a helyzetbe. 9-9 gyöngy veszi körül, tehát leírásnál tartunk, és oldalnézetben itt most megjelenik felül Szent Péter, tehát végülis nem panaszkodhat, mert jobb kéz felé került, és a legmagasabb szintre. És alatta pedig a testvére, András. Tehát azt jelenti, hogy azt az üzenetet, amit Péter indít el teremtés központból, azt lehozni András hozza le. Na most Andrásról egy magyar embernek mit illik tudni, hogy a kereszténység, magyarság és András van-e valamilyen közvetlen kapcsolatban egymással? Hát van. Tehát a két szkíta térítő közül ő volt az egyik, és párosban térített Szkítiában, ki volt a párja? Fülöp volt, úgy van, és ki van az ezzel szemközt lévő oldalon? Ugyanitt Fülöp természetesen. Na most ezek megint nem vélekedések. Tehát alkalmas hát, időpontban az ember nyilván be fogja mutatni dokumentumszerűen azt, hogy bizony írásból tudjuk, és ábrázolták is, ahogy emlék pedig az Anjou legendáriumban, tehát ez az Anjou dinasztia második generációjának szólt. Ez az Anjou legendárium, ezt tudjuk, ez Nagy Lajos öccsének készült, tehát Endre királyfinak készült, legvalószínűbb feltételezések szerint, és ez azt jelenti, hogy egy olyan örökséget visz ki a határokon túl, ami nem a határokon túl született, hanem itt született benne a Kárpát-medencében. Tehát a magyar szentek mind, akit addig annak tartottak, már benne vannak,
és hát a legfontosabb dolgok innen nézvést. Hát a fontosságuk szerint kerültek bele. Tehát nekünk az a fontos, egy szkíta utód királynak, hogy a szkíta térítés az nem látványosan történt. Oldalirányban nem tartozik a köznépre, mást fog kapni, mást fog hallani a köznép. De jelen van, és egyet vegyünk észre, ezt nem kell megszűrni. Tehát az első, ennek megfelelő apostolkép előtt úgy van a pantokrátor, egy pillanatra kérném szépen vissza, úgy van, hogy nem lehet látni. Régen se lehetett látni elölnézetből. Tehát ha szembeállt az ember természetesen, mint alattvaló a koronával, nem láthatta, hogy milyen apostol van mögötte. Csak akkor láthatta, ha kellően közel jött és oldalirányból nézett. Akkor láthatta, mert akkor még nem hajolt rá ez a pantokrátor kép a mögötte lévő keresztpánt részre, hanem elállt tőle. Tehát van ilyen rajzunk, tudjuk, hogy ez tényleg működött így, majd fogom ezeket, mind sorra fogom majd vetíteni. És ezt rá kellett hajtani ahhoz, hogy a mai állapot ennyire láthatatlanná tegye. Tehát ma már a kutató közvetlen közelből se láthatja magát a képet. Többek között azért sem, mert már nincs is ott. Tehát maga a kép már nincs mögötte. Egy ilyen makett felirat van, de hát ezekkel fogunk majd következőben foglalkozni. Tehát nem az eredeti kép felirata van ott, ez teljesen biztos. De hát ezt ma bizonyító anyagot később vetítem. Tehát minden esetre, már is mehetünk tovább, a következőre, minden esetre ott eltakaródott ez az alulsó, tehát a kettő közül alul lévő apostol, itt viszont nem. Majd látni fogjuk, Fülöpnél sem. Viszont hátul meg körülbelül kétharmad részben eltakaródik. Tehát azt jelenti, hogy van egy fővonulata ennek a kornak, amelynek a korona szól, amelynek a fővonulata valamely oknál fogva csak a legmagasabb szinten hathat szűrés nélkül. Amire lehozom a föld szintre, ott olyan erők szabadulnak el, amelyek szűrés nélkül nem engedhetők be egy szakrális uralomba. Ezt rész szerint kell megszűrni hátul, és teljes egészében kell megszűrni elő. Tehát érdemes megnézni, hogy ki szűri meg, és mivel elől, és akkor látom, hogy könyvet tart a kezében, és majd látni fogjuk még ma, hogy még van valami a másik kezében. Amit nagyon hevesen szoktak letagadni. És végül is hátul nem kellett ilyen mértékben, hát nem tudok más kifejezést mondani, mint megszűrni azt a jelentést, amit a hátulsó apostol hordoz, de hát azt meg mindjárt látjuk. Mert ott nyilvánvalóan nem volt ilyen mértékű a vétség. De ezeket is, mint ezek tartalmi kérdések, mi pedig most formailag foglalkozunk a Szent Koronával, tehát ennél tovább most nem mélyítem el. Már is mehetünk tovább, tehát itt Péter és András volt, a túloldalon itt van Fülöp megint, tehát a szkíta térítés révén a sajátunkká vált kereszténységet nem kell megszűrni. Az is igaz viszont, hogy közvetlenül nem érvényesülhet jelenleg a világban. Tehát ennek utána kell járni. És itt a két szerep már nem egyforma súlyú. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én erről az oldalról nézem, akkor hozzám András fog szólni. Tehát Péteren keresztül András apostol fogja lehozni az üzenetet, és ennek azért más lesz a tartalma, mint hogyha én átjövök a túloldalra, onnan nézem.